akkor... Most már tényleg rövidre kéne zárni ezt a rohadt bolyongást, ugyanis... Itt elbasztam szerintem minimum egy 20 percet még, mert... Van egy videó, amit inkább úgy döntöttem, hogy offolok, ugyanis itt találkoztam egy elég köcsög NPC-vel, aki konkrétan esélyt se hagy nekem arra, hogy támadjak. Egy ütéssel átüti a védelmet, aztán meg nyom egy olyan riposztot. Teljesen jogtalanul, mint hogyha leperrizett volna. És így full HP, így egy hitte, tényleg. Mindjárt meg is mutatom nektek, hogy miről beszélek. Már csak azért is, mert vagy 18 ezer lelket ott hagytam. Még backstabelni se tudom, mert nem bírok mögé kerülni. Majd mindjárt meglátjátok tényleg, hogy mekkora egy mocsok rohadék. Tehát a pajzsunk az neki olyan, mint hogyha nem is lenne lényegében. Azaz, téged se érjek el, jól van. Még egyszer meghalok ezen a gyökéren, lehet hagyom a faszba, aztán majd visszajövök a játék vége előtt, és akkor nyírom ki. Amúgy is igazából az a zsák utca. Itt meg a szokásos kis köpködő békák vannak. Akik körszöt nyomatnak. Ja, azaz te se halljál meg két ütésből. Minek azt? A körszre most valahogy rohadtul nem akarok befizetni. Ne. Fel nem fogom, hallod. Tehát egyszer nem bírom megütni normálisan, mert ő egyből visszaver egy olyat, hogy az életemnek a... Két harmad, a szart! Nem túlzok, ha azt mondom, hogy életem háromnegyede, de akkor... Így... Eltűnik a negatív végtelenbe. Egyszer sikerült backstabelnem összvisz. Na. Most valahogy kurvára leszarlak. Tehát lényegében ez a rész az, amit itt őriz, vagy tököm tudja, mit csinál itt. Bele kéne kúrni a lávába. Akkor küzdök vele itt len. Látjátok? Ez teljességgel nevetséges. Amiket itt ez leművel. Na, így talán óvatoskodva. Azaz, menj csak bele a lávába, faszopó, menj csak bele! Figyeld meg! Oh. Milyen undorító nagy kardja van, nem igaz? De... Most ez is mi? Mi a faszom ez, de most komolyan? Le se perrizett meg semmi. Ez teljességgel logikátlan. Már rosszul leszek, hogyha látom ennek a helynek a nevét komolyan. Még egyszer megpróbálom kinyírni, aztán megpróbálom valahogy feljebb csalni, hogy azért 19 ezer lelket nem hagyok neki ott. Oh.
most még igazából sehol nem vagyok, még azt a rohadt ballistát se kapcsoltuk ki, a bossról nem is beszélve. Meg a kettő szerintem teljesen független egymástól, tehát mindegy. Így tartom célszerű sorrendnek, hogy előbb itt felszedünk minden tárgyat, és a boss az meg mindig a végén van, hát pont azért boss, fő ellenség, hogy azt hagyjuk utoljára. De ilyen téren is teljesen open world a játék, hogy mindenki azt csinál, amit akar. Akárhogyan meg lehet halni szintén. Megpróbálom majd feljebb csalni ezt a nyomorékot. Hogyha netán még egyszer meghalnék. Bár lehet akkor azt már ki fogom vágni a videóból igazából. Oké, okay, faszt a szádba, hülye gyerek. De ez még ez is lejött ide. Az igen, és láttátok, még így is elért. Na jó. Úristen, bazd meg, néger fasz, komolyan. Hó, bazdmeg. A pajzs az tényleg... Na, most talán meg lesz. Két kézbe így legalább ér valamit a kard. Ojajajaj. Gyógyítani nem ajánlom, hogy... Merjé... Ott van, ott rohadjál meg, te rohadt köcsög. Miattad veszítettem az idegrendszeremet, ezért lettem köcsög. Fume Ultra Greatsword. Black Iron Great Shield. Kingslayer's Ring. Ellenfelek több staminát vesztenek, amikor az ilyen Guardbreaker cuccokat nyomatjuk. A Bleed Resistance helyett szerintem ezt fölcsapathatjuk. Hasznosabb. Na és hát mit őriztél itt, faszfej? Ha nem téged, téged is én hoztalak ide. Na szóval ide is, mint az előző lávás részre, amit mutattam, ide is kell egy valak tűzellenállás. Hogyha fel akarjátok szedni az itteni tárgyakat, de hát hogy ne akarnátok? Ez csak természetes. Na mindegy, most már viszont tényleg haladjunk tovább. Örülök, hogy kinyírtam ezt a köcsögöt, csak taktikát kellett váltanom. Meg ez a kard is, amit adott, hát nézzétek meg, egy állat. Fume Ultra Greatsword. Hát ez teljességgel batár egy fegyver. Elég komoly. A Dark Souls 2-ben is ott DLC-s fegyvernek tekinthető lényegében. Na most pedig akkor hát tovább mehetünk erre. Ó, bazd meg, most meg egy Black Knight, hát mi jöhet még? Á, csaljuk vissza, mert nem akarok leesni. Ez remélem könnyebb ellenfél lesz, mint ez a mostani faszszopú. Na. Igen, az ilyen támadásokat lehet kihasználni. Ezt nem gondoltam. Át. Oh. Ezek is úgy látszik ilyen mini bosszok. Annó a Dark Souls 1-ben ezeket is úgy periztem le, ahogy illik. Ah, tényleg minden ellenfe. Na most pedig... Ha mászunk itt föl. Remélem lesz egy mentési pont nem sokára megint, mert tényleg ennyi lélekkel. Arról nem is beszélve, hogy még egy-két ilyen ellőhető leleket is találtunk. Ebből most már lépnék azért úgy, ahogy szintet.
kicsit a HP-re meg az Endurance-re, aztán utána meg a Strength-et kéne nyomatni. Ja igen, most fogjuk szerintem azt a ballistát kivonni a forgalomból, legalábbis közeledünk hozzá. Hoppá! Jó, ez most meg felén fordult. Na itt meg most mi a helyes taktika? Kérdem én. Hát először az, hogy ezt itt felszedjük. Onward Bone. Gondolom úgy lehet fölmenni oda. Na várjunk, mert ezt most föl kell itt dolgoznom. Ott van egy jó pár csonti. Jaj! Na menjünk, mert most már tényleg ezt a szart ki kell itt vonni a forgalomból. Kerekek. Na. Na, most már tényleg fasz ki van veletek is. Itt van még egy ilyen paraszt. De nem érjük el, nem érjük el, nem érjük el, miért nem érjük el? Itt semmi. Csak egy kis önbizalom növelő, hogy milyen fasz a kilátás. Remélem ez a pajzs egyébként, amit találtunk. Hát, hogyha már perzsni nem lehet vele. De ugye nincs fejlesztve, és már majdnem olyan stability-e van, mint a kis izének. Amit találtam, az a Stone Parma. Remélem itt nem élettek újra. Hál' Istennek! Hál' Istennek! Ó, jaj! Hát itt is viszont pulloljuk, mert egyszerre kettővel nem akarok küzdeni. Már pedig úgy jönnek. Ó, jaj, nem itt vállaltam magamra megint. Na, az egyiket. Ezt csaljuk távolabb. Itt tényleg egyszerre küzdök, akkor halál. Halál meg rage-elés. De leginkább rage-elés. Jaj, bassz meg. Rühellek titeket, de komolyan. El nem tudom mondani, új szót kell arra kitalálni. Na, hülye vagyok erre. Jaj, ne. Na, az. Most pedig kardot két kézbe, és a lelket is basszuk ki belőlük. De persze ne így. Hajjál már meg, hát bazd meg, írásba kell benyújtanom a kérvényt. Ez ekkora néz a csapda. Úgy látom, ezt itt kézzel nem fogjuk szétverni, az is biztos. Mit csinálunk vele? Fölgyújtjuk. Döglött óriás.
az is, hogy eltörpül emellett a szar mellett. Még egy döglött óriás. Ja, ezt lehet itt elforgatni, hogy... Vagy csak simán így, akkor kikapcsoltuk. Igen, push lever. Aha. Kikapcsoltuk, és akkor annyi vissza lehet kapcsolni, de mi ezt kurvára nem akarjuk. Oké, hát akkor ennek itt annyi. Akkor Firelink Shrine. És szintlépés. Köviben meg elkapom azt a Lightningot nyomó kukacot. Bár aztán lehet az is ki fog nyírni egyszer-kétszer, utána meg a boss-t. Utána pedig akkor folytatom utamat ott a Retail of the Boreal Valley-től. +800. Ez is 3000 még. Ez meg Crestfallen Knight, ez meg... Ó, 10000. Nagyon boldog vagyok. Most pedig akkor... Akkor ez 25-ös. Ez meg 24-es. Akkor még az Endurance-et is 25-ösre fölpattintom. Majd. De ami a legfontosabb most, fejlesszük a Zweihandert. Meg ezt a pajzsot is. Legfőbb a Zweihandert. Large Titanite Shard. Ah, és még egy Titanite Chunkin, és akkor tudnánk nyomatni. Akkor pajzsot. Melyiket használjuk most? Ez is. Ez Titanite Scale-es. Hát nem is tudom, hogy megéri-e fejleszteni. Nagyon gondolkodom rajta. Mert ez már +3-os. Fú. Hát nem tudom. Mert ez könnyebb vagy, tehát végül is fejleszthetjük szerintem. Aha, jó. Jó, van, nagyon király. Torcsot is lehet fejleszteni. Miért ne? Ilyat az fölösleges. Most arra vagyok még kíváncsi, hogy 67,3-os súlyjal. Ó, a Lothric-nál egy gauntletet föl tudjuk tenni, és akkor 69,2. A teljes páncilla együtt pedig 75,6. És még ha a leggingset is, akkor... Hát igen, erre még gyúrni kell majd. Kovenantot pedig baszassunk be valamit. Nem maradjon a fáronos, aztán akkor max PvP-zgetünk egy kicsit, bár arra most nem hiszem, hogy szükségem van, hogy mondjuk boss harc közben egy random beidéznek egy másik játékoshoz. Na akkor... Igen, szerintem itt leszünk a legközelebb ahhoz a kukachoz is. Tárgyat azt meg mindent felszedtünk, azokkal a rákokkal ott gondolom megértitek, hogy nem akarok kötekedni. Tehát kinyíljuk ezt a Skeleton Wormöt, vagy mi a rákot, aztán meg a boss-t. Ami szintén fogalmam sincs, hogy mi lesz. Jó. Na most elvileg ki van kapcsolva az a szar. Na
Na nézzük, hogy ezt a gyökeret el tudjuk-e tenni lábalól. Mert ez meg nyomja az elektromosságot igazából. Hát nem sebzünk rajta sokat. Meg lehet ez, gyerekek. Gondoltam, hogy nem fog egy helyben megállni. Hát oké. Még szerencsé, hogy nincs messze ez sem.